én már mindketten beregszásziak vagyunk. Én a gimnázium, Beregszászi Bethlen Gábor magyar gimnázium elvégzését követően költöztünk át szüleimmel Székesfehérvárra. Ott kezdtem el tanulni a Pécsi Tudományegyetem jogasszisztens szakán, ott végeztem, 2 évig ott is éltünk. Majd ezt követően már férjemmel együtt kezdtük el a nyíregyházi főiskolát, akkor még ugye csak a barátom volt, illetve vőlegényem. A főiskola befejezését követően én még 2 évig tanultam Budapesten, közben Székesfehérváron éltem, mert csak bejártam az egyetemre. És akkor a férjed, hogy volt, ő ingázott hozzád? Ő pedig ingázott, szó szerint így van, ahogy mondod, ő ingázott, és ezt követően pedig költöztünk haza. Már akkor az egyetem utolsó évében megszületett a kislányunk, a legnagyobb Noémi. Köszönöm szépen. És a Noémivel már, amikor a családot alapítottunk, akkor már itt éltünk Beregszászban, a mi szülői házunkban, ahol a nagyszüleim itt voltak ketten. Ezt követően született meg majd 3 évre rá a kisfiunk, Nimród, és a Nimród születését követően 3 évvel kezdtem el, 2016. augusztus 1-én dolgozni, tehát Betai Magyar Vállalkozók Szövetségénél. Hogy jött ez neked, hogy mégis Magyarországon éltél, nyugaton, ugye nyugaton is tanultál Magyarországon, és mégis megvolt benned az, hogy haza akarsz jönni, ugye csak a férjed miatt, vagy van valami más is? A szülőföldünkkel való kapcsolatunk az megmaradt az egyetemi évek alatt is, és 2 hetente hazautaztunk ide hétvégére a nagyszülőkhöz, illetve a férjem szüleihez, és vagy anyukámékhoz utaztunk. Így nem szakadtak meg a baráti kapcsolatok, nem szakadt meg a családi kapcsolat sem. Ez az elsődleges cél kitűzése a Vállalkozók Szövetségének, hogy a szülőföldön maradását segítse a vállalkozóknak. Az a tapasztalatunk, hogyha valaki vállalkozó, akkor sokkal inkább tud itthon maradni, mint egy közférában vagy egy alkalmazottként foglalkoztatott személy. Az a kutatási eredményekkel tudjuk alátámasztani, hogy a vállalkozóként gyakrabban maradnak itthon a fiatalok, és ezért próbáljuk meg őket különösen segíteni. A Vállalkozók Szövetségének nagyon sok rétű tevékenysége van. Tehát a Búza és Kukoricavetőm a programon keresztül a fórumok és tagozódott a szakmát az integrálás elősegítésén keresztül. A képzéseket tartunk a vállalkozóink számára, már most 2016 óta folyamatosan megy egy marketing képzésünk, sikerképzés címen, ami nagyon sok segítséget ad a vállalkozóknak. Fiatal Vállalkozók Szövetségén keresztül megpróbáltunk segíteni az induló vállalkozóknak, üzleti tervezés képzés szerveztünk már most 2 éve a szövetségnek a rendezésében, budapesti szakembereknek a segítségével, bevonásával. Elég mozgalmas és komoly logisztikát igénylő nálunk egy nap, de nagyon jó, mert a család ez mindig besegít nekünk. Sógoromékkal, anyósomékkal nagyon sokat segítünk egymásnak. A gyerekeket is közösen visszük reggel iskolába. Számunkra az, hogy bevonjuk őket a családi vállalkozási tevékenységekbe is. Bízunk benne, hogy így 3-ójuk, illetve ha sógoroméket is nézem, akkor 6-ójuk közül lesz majd közülük olyan, aki szeretné majd az addig felépített családi vállalkozásunkat folytatni. Ezen kívül nyilván mindenkit biztatni fogunk arra, ami az ő saját igényeinek, illetve tehetségének megfelelő továbbtanulási lehetőség lesz majd. Hála Istennek a lehetőség már adott. Hát itt a Beregszászi Magyar Főiskolán és a II. Rákóczi Ferenc Főiskolán is nagyon jó lehetőségek vannak a továbbtanulásra, de az sem baj, ha akár az olyan országban képzelik el a továbbtanulási lehetőséget. Én csak arra bíztatom mindig őket, hogy tanuljanak, legyen széles látókörük, lássanak világot, de mindig térjenek haza, és itthon Kárpátalján kamatoztassák a megszerzett tudást és tapasztalatot.